most megint 5 másodperce érő. Tényleg? Igen. Sziasztok újra! Ez még friss. Ez nem az. Okay. Szerintem ez az előző. Ott. Na nézzük. Hoppa! Hoppa! Figyeltke! Jó. MR2 háttérben. MR2 háttérben. Akkor most vagyunk. Ez hosszabb lesz, mint az előző? Tibi, most nagyon hosszabb. Hát üdv mindenkinek. Ez most egy kérdésig maradunk. Úgy van, hogy állítok egy órára terveztük, de mindig úgy lesz, hogy fél perc, és aztán 45 perc csönd. Üdv mindenkinek, hello, sziasztok! A tavaly, amikor csináltuk ezt a kis beszélgetős műsort, akkor azt mondtátok, hogy évente egyszer azért egy ilyen elmehet, úgyhogy most megpróbálunk újra egy kicsit dumcsizni. Nagyon vicces, hogy villog a nagy kijelző hátteremben. Előre elnézést kérünk, nem vagyunk annyira tapasztaltak ebben az élőzésben, tehát ez olyan, amilyen. Otthon még betárcsázós mehet van, úgyhogy ez a modern technika összezavar. Ez minket még egy kicsit zavar, és ráadásul ugye, mint halljátok rajtam, nincs is hang, csak a fiúkon, úgyhogy az én hangom az nem véletlenül doboz, de hát ez most már így fog maradni. Van egy jó pár kérdésünk, amiket megválaszolunk, mert már korábban feltettétek, meg nyilván itt van előttem nyitva a laptop, és nézegetjük folyamatosan az aktuális kérdéseket is. Körülbelül egy ilyen egy órára tervezzük a dolgot, aztán, hogyha nincs kérdés, akkor 10 perc múlva elmegyünk haza. Nem kakucson vagyunk. Nem, és esik az eső. Nem kakucson vagyunk. Az, hogy hol vagyunk, nagyon-nagyon köszönjük az egyik támogatónak, ugye az Énet Telekomnak, hogy kölcsönadták az irodájukat, hiszen ez az első rész, amit el kell magyaráznunk a fiúknak, hogy miért nincsen irodánk december óta, és miért vagyunk hol házakban, hol lakásokban, hol támogató irodákban. Csabi, itt át is adom a szót. Mit az ő sara lenne? Nagyon hát egyszerű. Sara, de hát... Nem. Nagyon egyszerű. Ugye a Hungaroringen volt a kis stúdiónk, amit lebombázta gyakorlatilag. Tehát aki manapság látott róla képeket, vagy járt arra, az láthatta, hogy hadi állapotok vannak a Hungaroringen. Ugye elkezdődött a több lépcsős felújításnak az első fázisa. És elvileg az az iroda még áll, ahol voltunk, de gyakorlatilag megközelíthetetlen, mert ott tényleg hadi állapotok vannak. Úgyhogy ennyire nagyon egyszerű, amiért per pillanat nincsen irodánk. Nézegettünk a srácokkal különböző opciókat, lesz is majd, de még egy kis idő kell, aztán addig azért kicsit így színesebben áthidaljuk ezt a helyzetet. Főleg így 90 fokkal néha elfordulunk. Nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni a támogatásotokat, hiszen tavaly, amikor egy ilyen élőt tartottunk, akkor éppen nem annyira jó hírekkel kellett szolgálnunk, ugye? Gondolom mindenki emlékszik rá, hogy egy hónapig ráadásul ilyen onboard, meg ismétlős adások voltak. Aztán májusban tudtunk visszatérni, többek között a ti támogatásotoknak is köszönhetően, amiért nagyon-nagyon köszönjük hálásak szépen vagyunk. A nézettségért is, meg nyilván azért is, akik mellettünk állnak ilyen csatorna támogatóként, ez természetesen folytatódik. Megérkezett a legfontosabb kérdés. A első legfontosabb kérdés, Jani, mikor kezdi el szétrolkodni a műsort? János, mikor kezded? Hát most, mert májből. Majd, ha felébred. Igen. Nem, egyébként itt volt idő. Na. Ja, hogy miért 10:30-kor kezdünk? Ennek is prózai okai vannak. Csabi, ilyenkor edzésem van. Én reggel viszem a lányomat vasárnap reggel úszodába, és az szent program, úgyhogy most arra tudtam ideérni. Nagyon egyszerű. Nagyon fontos kérdés, és már meg is jött az élőben is, de nekem is fel van írva. Kint leszünk az AMTS-en, és vessző, kint leszünk a Rally Hungary-n. Ezt nagyjából napi szinten kapom meg, kedves János. Kint leszünk? Az AMTS-en ugye egy napot. Ja, igen, akkor az AMTS-en kint leszünk. A Rally Hungary-n nem leszünk kint, hanem se tudtam, hogy nem leszünk kint. Ugye volt olyan terv, hogy esetleg ott előfussunk, de aztán végül elvetettük, mert valaki az olimpiára készül. Ugye ez is szerintem, aki néz minket, az viszonylag tudja. És azért most minden, hogy mondjam, az az első, hogy nehogy megsérüljön, nehogy valami történjen az úrral, mert akkor gyakorlatilag ugye most a nyárig minden a dobásról szól. Kicsit halk, Viktor mindjárt variál a hangon. Nagyon jó, így van, de alapvetően igen, leszünk azért jelen különböző helyeken. Az AMTS-en egészen pontosan 24-én vasárnap leszünk kint, akkor fogjuk átadni majd a Monster kamerát a győztesnek, aki majd azt megnyeri, ezt ugye a holnapi parkfermében láthatjátok majd a sorsolást. És igen, aznap lehet velünk a Monster standján találkozni, ami az A pavilonban van, ha jól tudom, valahol a nagy központi
Az a diumdisumosnál leszünk valahol. Nem tudom, meddig fogom bírni, de biztos ott vagyunk. Hát, igen? A standon ugye valószínűleg az F-150-ből is valami csak fog szólni, ha már rajta van egy... Majd jó, kihúzom belőle az áramot. Idézzük egy picit vissza az évet. Ugye arra már utaltam, hogy tavaly márciusban volt egy kis féktávunk, viszont onnantól nagyon jó adásokat és egy nagyon új dolgot is be tudtunk vezetni. Csabi, hogy emlékszel az évre? Gyorsan eltelt. Igen, hát az elején nem indult túl jól, elég kedvezőtlen hírek voltak, és nagyon klassz, hogy utána azért abból sikerült kilábalni, és belecsaptunk a munkába, és tényleg szerintem tavaly is azért nehéz már, ugye nyilván mindig jön a kérdés is, hogy milyen autókat, meg miért nem, meg hogyan. Ugye kakucsra már nagyon nehéz újdonságokat találni, mert már mindenből csak az a kérdés, hogy ebbe a színbe volt-e körülbelül, de szinte már minden modell volt, azért nem tudom, 700 autó, vagy 800, vagy nem tudom, hogy hol tartunk. Szóval az már nem olyan egyszerű. Nagyon régóta szerettünk volna frissíteni a műsoron, és megtartani a korábbi formátumot, de új dolgokat bevezetni. Voltak korábban tesztelések, ugye még annó az erdélyi adások is, az nem volt egy átütő siker, de viszont szerencsére tavaly elkezdtük ugye az új Balatonpark Circuiton is a lap timingot, amit így kiegészítő tartalomnak gondolunk, és azzal kapcsolatosan viszont szerencsére jól fogadtátok, és úgy tűnik, hogy tetszik. Szeretnénk ezt idén is folytatni, és tovább fejleszteni azt a tartalmat is, de az arány megmaradna szerintem, tehát alapvetően az továbbra is inkább ilyen kiegészítő tartalom lenne, mert oda csak olyan autókat szeretnénk, ami tényleg az a nagy teljesítményű, és arra... tényleg megáll. És ami nagy teljesítményű, és arra tehát a kakucsot kinőtt autókat gyakorlatilag, teljesítményszintben, hiszen ott mindig azt mondjuk, hogy jó, de hát, hogy itt nem tudunk egy rendes gázt adni, hát ott tudunk gázt adni, úgyhogy ott még azért szerintem bőven van lehetőség, még akár egy ilyen jó Hellcat, vagy valami ilyesmit is majd ki lehet próbálni, most csak eszembe jutott, hogy ugye mindig megy a fintorgás, hogy de hogy nem megyünk vele direkt jól, hát ez nem igaz. Az a nagy kedvencem egyébként, a direkt lassan mentek bizonyos márkákkal, igen. Igen, igen. Szóval lesz reméljük Balaton is, sőt, hát ugye ez igazándiból lesz. Aztán azon kívül majd meglátjuk még, hogy tudunk-e más újdonságot is, de alapvetően a tavalyi évről én azt gondolom, hogy jó volt, mert sikerült újra egy picit megújulni és felfrissülni, és új tartalmat is elkezdeni csinálni. Persze elégedett nem vagyok, de sose voltam, úgyhogy ezt megtartom már magamnak. János, neked milyen emlékeid vannak a tavaly évről? Már amennyire vannak. Igen, hektikusak. Így ránézésre. Igen. Tavaly. Tegnap mi volt? Hát egyébként igen. Szóval? Tehát, hát ilyen furcsa volt tényleg, hogy azért kihagytunk két hónapot, vagy hogy volt? Másfelet. Tehát, hogy ez furcsa volt, aztán szerencsére összeállt az élet, aztán meg ugye jött a Balatonpark, onnan meg a halálfélelem, mint emlék megvan. Tehát, igen, nagyon örülök neki, hogy mindenki szeretne, hogy ilyen meg olyan autóval menjünk. Hát próbáljátok ki ti is, 240-nel menjetek egy fal felé, úgyhogy nincs fék. És akkor az úgy... Ezért ugye oda tényleg azért nagyon megszűrjük majd, hogy mit viszünk, mert látva most is ugye azt elmondhatom, hogy 10 autót forgattunk le, és a 10-ből 7 volt úgy, ami működött stabilan. Szóval azért... Tehát van még a tartsolyban olyan, ami nem fog megállni. Hát nem megáll, de hogy nem, tehát hogy ezt a 3/4 kört se bírják ki 100%-osan. És ezzel semmi baj nincs egyébként, mert ezek utcára fejlesztett autók, tehát hogy még mielőtt valaki leszedi rólunk a keresztvizet, tényleg ezeket nem arra csinálták, hogy ilyen típusú versenypályán menjenek jól, de azért mégiscsak furcsa. Jó, egyébként szerintem sok mindenre rá tud világítani, ugye az egyik legvitatottabb az eddig lement adások közül az M5-ös volt. Igen. És ugye ott is a tulaj, akivel azóta személyesen is beszélgettem több ízben. Azt hittem azért az előbb, akivel azóta nem beszélünk. De neki ez rosszul esett, és megértem, bár hozzátéve, hogy ott is elhangzott, hogy ez nem róla szól, vagy az autójáról. Nem, de tudomásul kell venni, tényleg, ha valakinek van egy több éves
sportos, nagy teljesítményű autója, akkor pont arra világított rá, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem csak az számít, hogy az egyszer milyen teljesítményű volt, hanem ez az autó hogy van karbantartva is. És alapvetően hétköznapi körülmények között lehet, hogy nem jön ki semmi problémája, mert ő is mondta, váltig állította, és abszolút elhiszem, hogy ez a hétköznapokban soha nem jön ki, mert még ha autópályán vagy egy előzésnél is nyom egy nagy gáz, hát nem veszi el a teljesítmény, nem melegszik túl, mert annyi ideig nem tud nyomni a gáz folyamatosan, mert már felszálltál, igen, tehát hogy sokkal rövidebb terhelésnek van kitéve az autó, de ott egyből kijött, hogy a hűtőrendszer, és egyből a felvétel után elvitte szervizbe, szétszették, és bizony kiderült, hogy a hűtőrendszer messze nem hozta azt a teljesítményszintet, amit kellett volna. Hűtőt cseréltek, meg átmosták, kitakarították, nyilván egy csomó kosz kijött belőle, meg törmelék, lerakódás, stb. És azóta működik az autó hibátlanul, de nem is ez a lényeg, hanem az másik autónál megláttuk, hogy hiába újkorában mondjuk a féke olyan volt, amilyen, de ha van már benne, mit tudom én, 30-40 ezer kilométer, akkor nem biztos, hogy minden még eredeti állapotban. Szóval a lényeg az, hogy ezeknél az autóknál azért a karbantartásra is oda kell figyelni, és amikor kapnak egy kis terhelést, akkor ez nagyon komolyan kijön, úgyhogy számomra az is egy tabu. Nem azért, mert ezt nem tudtuk, de ott nagyon durván kijön. Gyorsan három kérdésre válasz, amik jöttek menet közben. Az egyik hozzám íródott, hogy gokárt lesz-e. Idén nem lesz gokárt, mert ahogy Jani előbb elmondta, versenyzés is azért nincs most közösen, mert én annyira a paralimpiára koncentrálok. Hogy áll a Mazda projekt? Mi a helyzet a kompresszorával? És elővesszük-e valaha a garázsból? Igen, igen. Tehát ha egyet állíthatok, ha idén se vesszük elő, akkor el lesz adva, mert már elegem van belőle, hogy áll. Igen. Igen, Hofi mondta ezt egyszer, hogy ott állnak a szép új autók, az azért nagyon jó, mert alattuk akkor se ázik a fű. Igen. És valaki kérdezte, hogy az én evokatosommal mi a helyzet? Hát gyerekek, az 17-ben, 8-ben eladtuk már valahogy így, és azt hiszem, hogy ás utcai autót akartak belőle csinálni a Carspeednél, hogy ez hogy áll ez a projekt, nem tudom, majd egyszer utána kérdezünk. Ha kész van a kocsi, akkor ígérték, hogy majd egyszer visszahozzák laptimingra, de én azóta sem tudok róla semmit, úgyhogy majd ennek valahogy utána megyünk. Balatonnal kapcsolatban egy gyors kérdés. Sokat beszélgettünk róla, nyilván azt a nézők nem tudják, hogy milyen autót lehet hozni a Balatonra, és meghúztuk azt a szabályt, mert ez már egyébként kérdésnek felmerült nálam, hogy versenyautó lesz a Balatonon. Mondd el, Csabi, hogy miért nem. Várjam. Miért nem? Hát miért nem akarunk egyről versenyautókkal ott ugrálni. Na, hát akkor ez nem lesz. Menetek műsorosan. János, hogy tudom, hogy sem igen. Csak. Nem, figyelj, rally autók, ugye a műsorban jellemzően rally autók voltak. Igen, azok nem mennek annyit. Azok áttétel függően, ugye a rally kettesek, azok mennyien 190, hát, esetleg 200-at meg tudja. Nagyon egy úrvosság áttételnek a 200 legelek. Igen, de hogy azok ott elvéreznek, vagy hogy mondjam, tehát körbeér nem arról van szó, de hogy effektív olyan buta eredmény fog kijönni, hogy a Yaris GR meg fogja verni szerintem Muszkvárba. Oké, okay, de szóval de lényeg az, hogy... Igen, az gyilkos azért a pályának, mit tudom én, a időnek a felét tiltáson menni, az egyenesek még tralala, tehát hogy szerintem az a tulajoknak sülesne jól. És akkor így tényleg a rally autó az gyakorlatilag kilőve, rallycross autóra ugyanez igaz. Hát az még rövidebb. Igen, az még rövidebb. Pályaautó lehetne esetleg, hát azt majd meghagyjuk későbbre. Egyébként azt is vettük észre a műsorban, hogy jellemzően szerintem az utcai autók, amik jobban érdekelnek titeket, legalábbis én azt gondolom. A versenyautó az ritkábban, mert nehezebb mihez csatolni, tehát hogy most ez eszik, vagy isszák, vagy mi. Például ugye vissza tudnánk kérni, mert Csíkzulival azóta is olyan viszonyban vagyunk, bármelyik VRC-t, de az is azt hiszem 180 valamennyi most a épp aktuális áttétele a Mininek, 200 elejét megy most valamelyik Subaru, ugye a harmadik meg épp javításon van, tehát hogy ott is mehetnénk vele, de igazából semmilyen releváns eredmény nem jön neki, mert nem tud az egyenesbe gyakorlatilag a felétől már gyorsulni. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag a Csabihoz köthető Porsche-vel lehetne egyedül menni, meg igazából az a baj pályautóban, meg olyan nagyon komoly jelenleg. Hát ugye az Ádámnak volt a Ferrari-ja. Igen, azzal lehetne menni. Azzal lehetne, az mondjuk talán a Bódis Kálmántól tudnánk elkérni valamilyen autóját, ami egybe van. De szóval, hogy ez elég limitált. Igen. Jó. Úgyhogy formaautók voltak még ugye Kakucson,
Mindegy, első körben szerintem inkább az utcai sportautókat célozzuk meg, és akkor majd ha azokból már csökken a létszám esetleg, akkor fogunk erre visszatérni szerintem. Főleg úgy nem kérdés ez, hogy ugye maradunk annál a verziónál, hogy havonta egy, ahogy a Csabi is igen. mondta, havonta egy Balaton lesz, és ugye ahhoz 10-et kell forgatnunk, tehát idén is Balatonon egyszer fogunk forgatni, és azzal jövő valameddig megleszünk. Tehát, hogy ebbe a 10-ben még most nem tervezünk versenyautót. A forgatási metódus, ha már ez szóba került, mert még mindig azért, nyilván akik most itt vagytok az élőben, valószínűleg képbe vagytok, hogy most nem kakucson vagyunk, és éppen nincs mögöttünk két autó, de még mindig nagyon sokan ezt nem értik. János, meséld el, hogy hányszor forgatunk egy évben, és hogy is van összerakva azért egy ilyen sztori, tehát, hogy nem minden héten vagyunk ott, sőt, amit most látnak, az ugye tavaly szeptemberi felvétel. Igen. Hát, ugye az élő? Az élő is tavaly szeptemberi. Igen. Mi kitaláltuk, mit előbb írta valaki, hogy ma Csabi lesz a troll. Igen. Én még alszok. Szóval, igen, tehát, hogy alapvetően ugye napokat forgatunk, mert úgy lehet ezt csak, hogy mondjam, kigazdálkodni. Most tavaly évben ugye 4 napot forgattunk kakucson, és akkor egy fél napot a Balatonon, mert ugye azt is lássátok, hogy a Balatonon forgatni azért az teljesen más. Úgyhogy ott maga a metódus is megváltozik, de erről majd egyébként fogunk csinálni egy ilyen így készültet, megint elmagyarázzuk, hogy melyiket, hol, mikor, hogy és miért csináljuk. Igazából ugye most gyakorlatilag tényleg az van, mivel a Balatonon 10 autó a cél, a maradék, mondjuk van 2 best-of-adásunk, tehát a maradék 40 autót pedig a kakucson kell forgatnunk, ez általában úgy osztjuk le, hogy akkor az 4 nap, tehát ott is mindig 10 adás készül, ugye akkor az vagy 20 autó, vagy most már ugye bevezettük ezt is, hogy az érdekesebb autók magába mennek, de az egésznek a kulcsa az, hogy ez akkor tud egy viszonylag normálisan működni, ha nem hetente járunk le, hiszen akkor hetente kéne komplett stábot megfizetni, pályát bérelni, stb., hanem egybe összegyűjtjük, és akkor gyakorlatilag mindig arra a napra kell bezsúfolni az autókat. Ugye itt majd biztos lesznek autóval kapcsolatos kérdések is, hogy ezért van az, hogy valaki el tudná hozni, de nem hozza, mert pont akkor nem jön össze, hogy a pályának is jó, nekünk is jó, az autótulajdonosnak is jó, és mindenkinek jó. Igazából ugye ennyi, gyakorlatilag tényleg az van, hogy 4 napba belezsúfoljuk az egész évünket, azt meg ugye természetesen úgy próbáljuk elosztani azt a 4 napot, hogy amikor a hőmérsékleti viszonyok már olyanok, tehát mehetnénk most délen az 5 fokba is, de akkor megint nem olyan köridők születnének, és akkor mindenki azon lenne kiborulva. Úgyhogy mindig, mikor már jó idő van, akkor van kb. Az első forgatási nap, és általában most tavaly szeptember végén volt az utolsó. Igen. És akkor ebbe a fél évben megcsináljuk az egész éves adagot, ezért van az, hogy tényleg télen láttok minket, akár egy szápólóba is a autókat hajtani. Jött egy pár kérdés, megint gyorsan válaszolgatok. A táblázat az eredményekről. Igen, az applikációt azt próbáltuk nyomni, de igazándiból nem tudtuk úgy tölteni tartalommal, hogy értelme lett volna, ezért igazándiból az most nem működik. Viszont készül tényleg az internet oldal a lattiming.hu, amin fönt lesznek az eredmények, és fogtok tudni majd benne keresgélni. Még egy nagyon-nagyon pici türelmet kérünk. Nem merek dátumot mondani, mert igazániból 2 éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy ez olyan legyen, és úgy tudjatok keresni, illetve azt a listát lássátok, amiből én is a műsorokban ott turkálok, és tudom nézni a lóerőtől a hajtáson át, a milyen motor van benne, mindenre rá tudok keresni, márkára, formavilágra. Próbáljuk ezt a rendelkezésetekre bocsájtani. Még egy pici türelmet. Mi a helyzet a VIP Timing autóval? Letakarva áll, igen. Ennyit tudok róla mondani. Van terve Jánosnak is, meg nekem is vele. Nem feltétlenül a VIP Timing autó úgy abban a kombiné formában, ahogy eddig, mert szerintem az már úgy valamennyire kifutott, de van vele majd jövő tervünk. Ez megint csak idő, pénz, meg mindennek is most az egyik alapja sajnos az érészemről az olimpia, tehát utána lehet minden ilyet, nyár vége után lehet minden ilyet kitalálni. És volt egy olyan kérdés egyébként, hogy kakucson egy ilyen keddi live délután, ez több szempontból is nem tudna működni, egy, hogy egy kameraképet látnátok, és nem történne semmi, tehát azt a kameraképet tudnánk forgatni, hogy 800 méterre megy egy autó, very good, a hangot is nagyon nehéz, plusz ott nincs olyan gyors internet, ami ezt a live-ot engedélyeztetné, tehát sajnos ilyen kinti live-ot nem nagyon tudunk csinálni. Meg tudnánk oldani, van olyan barátunk vagy ismerősünk, aki élőbe tud ilyet közvetíteni, csak ez egy nagyon messziről látható szám. Igen. Tehát, hogyha erre összedobják a támogatók, akkor meg tudjuk csinálni.
Ugye ahhoz például ugye egy rendes ilyen hát keverőkocsi kell, ahol ugye váltogatják a kameraképeket, fixen ugye felettünk kéne repülni egy drónnak, ugye az is, amikor csak így szakaszosan megyünk, az úgy megoldható, de azért így, ha live-ba kéne, az azért mindig. Csak a Budapest Balatonparkból kiindulva, ott is például a forgatásban azért kellett néha állnunk, mert még visszajön a drón, akkucsere, stb. Tehát hogy ezek sokkal problémásabbak, mint amire elsőre tűnik. Úgyhogy egy ilyen live kakucs is szerintem az azért az, hát egyrészt anyagilag is, meg azt le kell gyakorolni, stb. Tehát hogy az azért egy jóval nagyobb mutatvány, mint hogy így, ahogy most csináljuk. Ez már egy bevált metódus, így jól tudunk működni, hatékonyak is vagyunk, úgyhogy szerintem a live az biztos nem lesz kakucson, sőt Balatonon meg pláne, mert ott meg olyan messze van az egyik kanyar, hogy gyakorlatilag leközvetíthetetlen. Ez egy nagyobb rákészülés. Meg a Balatonon azt azért mondjuk el, hogy ott meg egyébként a pályaidő is annyira drága, hogy ott nekünk is nagyon meg kell erőszakolni magunkat, hogy mennyit. Hát limitálva van abszolút, igen. Hát nem egy egész napunk van, hanem néhány órán belül kell megcsinálnunk a felvételeket, és pont ezért az látszik is, hogy a beszélgetés az nem mindig ugyanakkor történik, amikor megyünk, mert egyszerűen az úgy abba a sémába nem fér bele, ahogy azt kakucson csináltuk. Az a legjobb, mert akkor frissek az élmények, akkor tényleg még egyből meg tudjuk vitatni a dolgokat, de ezen muszáj volt egy picit alakítanunk. Nem tökéletes még, de majd próbáljuk, hogy idén még kicsit javítsunk rajta. Így van. Milyen volt megszokni az új pályát, Csabi, első körben? Még nem szoktuk meg. Tényleg nagyon trolli. Úgyhogy alakul. De amikor már ilyen régóta nem mentünk, akkor nekem még a kakucs is olyan izé, hogy úristen, tényleg hozzák az autókat, beugrunk és megyünk, mint izé a bolondok össze-vissza. És hogy... Egyébként, és ez egy jó kérdés, és erre, hogy 7 hónapig nem ültök ilyenkor kakucson autóba. Igen. Ez az első forgatási nap, április eleje elárulhatjuk majd. Hogy már közeledik, de hogy ilyenkor az első pár autóval azért ott még az is fura. Nem a pálya fura egyébként, mert azért kakucs szerencsére ilyen szempontból nagyon eltalált, mert tényleg nincs nagy tempó, meg semmi. Csak hogy úgy elhinni, hogy tényleg beugrunk bármelyikbe, és akkor egyből a határokat próbáljuk feszegetni, az ilyenkor eléggé olyan valóságtól elrugaszkodottnak tűnik, még számomra is, vagy számunkra is, pedig most már azért néhány évet csináljuk. De aztán, amikor megjönnek az autók, és elkezdjük a forgatást, akkor utána ez már úgy adja magát. Hát a Balaton az más, ott azért, ahogy Jani is mondta, ott azért észre kell menni, mert ott nagyon könnyen, nagyon nagy baj tud lenni. Tehát a kakucs ezért is jó, és ugye annó gondolkoztunk sok más pályába is, hogy hova lehetne menni, vagy hova nem, vagy mit lehetne változtatni, de azért mindenhol találtunk egy kis problémát, vagy a közvetíthetőség, vagy a pályakiosztás, vagy egyéb dolgok miatt. Hát nyilván az egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy azt még azért teljesen úgy nem is szoktuk meg. Próbáljuk úgy belőni a körülményeket, de hát ezért is fontos, hogy olyan autók legyenek, amiben egyből meg lehet bízni, és nem az, hogy azért kakucson sok olyan autó van, ami azért, hogy kívánni valót maga után. Amiben nem bízunk annyira. János, neked milyen mindig beleülni, és a nullából így 7-8 hónap után gyorsan menni? Hát furcsa, az igen. Én mindig szoktam nevetni egyébként, mikor így irogatjátok, főleg anyagokból látom, hogy persze a srácok egész napot mennek, meg minden egész évben, hát valójában ugye 4 napot megyünk ott, és kész. Tehát meg, hogy milyen fontosabb az autóismeret, meg a pályaismeret, ugye most olyan adásoknál, ahol mentek a tulajok is. Elárulom, hogy a tulajok között sem mindegyik nem ment, tehát hogy csak ezt ugye nem hangoztatjuk. Valaki ott többet ment, valaki kevesebbet, valakihez képest szerintem alig mentünk többet, tehát hogy ez egy furcsa, mert mindenki azt hiszi, hogy éjjel-nappal ott vagyunk, valójában ez nem igaz, de tényleg ehhez képest, amit a kakucson már ugye lekocsikáztunk, tehát ott azért mondjuk 1000 kör fölött vagyunk tutira, ahhoz képest a Balatonparkon, ahol ugye kb. 2-szer annyival mész, és van a lábunkban mondjuk egy 20 kör, úgy azért egy kicsit más. Hát remélem, hogy idén legalább eljutunk arra a szintre, hogy már magabiztosabban megyünk a Balatonon is, mert tényleg ez a legutóbbi nap is igazából csak arról győzött meg, hogy minden féktáv, vagy minden rajt után az első féktávot úgy jobb a békesség alapon vegyem, mert hát teljesen nagy szórás volt az autókban, hogy melyik hogy akar megállni. És ugye, míg a kakucson ugye egy
jobb törés kis fékről elpróbáltok, jó van, hogy befordulok, max túlcsúszok. Itt meg ugye megérkezel egy ilyen 160 kötőjel, 180, majd lesz olyan, ami 200-zal, és akkor találj bele a féktába, és igazából vissza kell fordulni, mert a szemben marára nem jó a mész. Tehát, hogy más az egésznek a filozófiája, hogy, ahogy ott vezetni kell. Ugye sokkal szélesebb a pálya, szerintem több ívet is lehet használni, valamelyik autóval meg biztos, hogy másképp kéne menni, tehát ezekre szerintem még kevésbé éreztünk rá a Balatonparkon. Ugye abban is megegyeztünk Csabival, hogy nem vágjuk le a kanyarokat, nem repkedünk át a kerékvetőkön, mert semmi értelme nincs, tehát hogy ott még azért van bőven tanulási folyamat, de izgalmas szerintem, meg ez ilyen szempontból szerintem biztos a nézőknek is izgalmas, hogy azért ott látszik a sebesség, tehát hogy ott azért más az egész. Ennek kapcsán nyilván nagyon sokszor felmerül a műsorok alatt, de most ugye megint elmondtuk, hogy 10 már le van forgatva, hogy telemetria és sebességkijelzés miért nincs. Ilyen gázpedálálás az nem is lesz. Sebességkijelzés az elméletileg a következő forgatástól lesz, meg talán telemetria is, mert hogy lesz telemetriánk, ugye? Igen, tehát az egyik, amit hadnó használtunk, az működik, és ha minden igaz, akkor még egy olyat megpróbálunk beszerezni, és akkor kettővel már hatékonyan tudjuk, mert ugye itt is az idő hatékonyság, hogy nincs idő, hogy egyikből átszerelni a másikba. Kollégákból sincs elég, aki azt gyorsan, ügyesen, hatékonyan és pontosan be tudja rakni, hogy annak értelme is legyen, amit felvesz. Meg egyébként a gépnek se tesz jót, hogy gyorsan ott dobáljuk jobbra-balra, tehát az lenne a praktikus, ha van két eszköz, amit beszerelünk, és akkor a két autó között legalább nem kell cserélni. Elvileg ez idén megtörténik, úgyhogy abba bízunk, hogy utána akkor ezt tudjuk majd használni, és akkor legalább sebességadat, meg gyorsulási adatok azok lesznek. Hát ilyen pedálálás, ilyesmi, hát ahhoz jobban rá kéne az autóra is kötni az egészet, az meg szinte lehetetlen. Tehát ugye ahhoz az autók buszára is rá kéne csatlakozni, ami egy autónál megugorható, de ugye pont ezért, mert hogyha egy nap 10 autót forgatunk, vagy 20-at, attól függ hol, akkor mindegyikkel ezt összepárosítani, azért ez nem egy olyan egyszerű játék. Nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy lenne olcsó applikáció telefonra, miért nem használunk olyat, János, ezt te mindig elmondod, hogy ez ideig, óráig jó, csak nálunk nem annyira. Hát igen, azért sok mindent próbáltunk már, és igazából tényleg az van, hogy azért ehhez a legprofibb verseny telemetriák kellenek. Minden mást már egy próba jellege volt, hogy benn volt ugye a miénk, a résznavigátor, és beraktunk ilyen telefonos izét, és teljesen kamu adatokat mért, mert nem volt pontos. Tudom, mindenkinek van, amire esküszik, de eleve például a GPS-ből is, ugye nem tudom, mennyire vagytok tisztában, de egy normál GPS az egy viszonylag kívül, mondjuk egy másodpercenként vesz mintát a sebességre vonatkozóan, és abból ugye egy átlagot számol, emiatt ugye az sose pontos. Ugye egy nagyon profi, most már amit például akarok majd venni egyet, az egy másodpercenként 25 mintát vesz, az egy kicsit, hogy gondolom nektek is így leesik, egy kicsit pontosabb értéket szolgáltat. Főleg rajtokban, meg ilyenekben volt az, hogy, és ugye régen kiírtunk rajtidőket, hogy ezek a telefonos applikációs, ilyen egyszerű GPS-ek, ezek olyan teljesen kamu értékeket hoztak ki, de volt egy nyújtott kanyarokban is például, mit tudom, 5-7 km óra eltérés volt a verseny navigátor, vagy résznavigátor, meg a telefonos között. Tehát, hogy sajnos ehhez rájöttünk, hogy egyszerűen tényleg egy profi cucc kell, ami nagyon pontosan, nagyon jól kiszámol mindent. Ugye ő is átlagot számolt, tehát olyan nincs, ami minden ezred másodpercben pontosan tudja, hogy mit csinált, de ezek az újak, ezek már azért sokkal pontosabbak, mint tényleg, amit az általában szoktunk használni. Ugye maga a telefonban azt is mondják, hogy a telefon miért nem használjuk, hát az meg pláne nem. Tehát az tényleg arra jó, hogy autópályán egy ilyen 1 kilométeres egyenesben megállapítsátok, hogy mennyivel mentek, mert szépen, ahogy haladtok, mindig úgy változik a sebesség, az azért, mert hogy akkor az átlag ugye egyre inkább közelít ahhoz. Azt max. Ilyen 10 herces GPS van telefonban. Igen. Normál esetben 10 herceset lehet megvenni, ugye mi most a legutolsó, amit akarunk venni, az 25 herces lesz, tehát még ahhoz képest is egy sokkal sűrűbb mintavétel. Ezek a telefonosok arra jók, az ember tényleg, ha megy tartósan egy irányba, akkor meg tudja mondani, hogy szabályosan megye vagy nem. De az, hogyha minden pillanatban változik a sebességünk, azt nem tudják ilyen gyorsan lekövetni. Csak ha egy profi cucc. Jött olyan kérés, hogy ezekről a telemetria különbségekről majd csináljunk egy adást. Ez régen egyébként volt, és most lesz olyan, hogy hogyan forgatunk, meg lesz egy olyan is, hogy
szerintük hogyan kell gyorsan menni kapcsolón, és ott majd nyilván ez a kettő közti különbség. Igen? Nekem ez kérdés is, hogy érdekel benneteket olyan, hogy akkor mindkét pályát akár leforgatnánk úgy, hogy mik az ideális hívek, Önc, melyik... Oda beszélsz, mert ott írom. Igen, hát bocsánat. Oda. Szóval, hogy igen, van ilyen terv, hogy hogyan készült, meg hogy hogyan kellene gyorsan menni szerintetek, illetve hát a két fiú hogyan megy, és akkor köztük lévő telemetria különbségeket, meg akár kanyar különbségeket, mert én annyit látok, hogy ki hol megy. Meg ugye azt is el tudjuk úgy valamennyire mutogatni, mert ugye a kakucson is azt a nyomvonalat, amit mi használunk, azt autós nyíltapon általában kevésszer használják, de azt is le tudjuk forgatni, hogyha a normál autós körön hogy kell menni, ugye más a sikán megizé, tehát hogy ilyeneket tudunk csinálni, vagy ha van rá igény, akkor megcsinálunk meg a Balatonra is, mivel ez egy új pálya, ha valakinek ez segítség, akkor elmegyünk Csabival, és akkor elmutogatjuk, hogy honnan, hova, meg akár belső kamerákat is mellé tudunk csatolni, hogy mit érdemes, meg hogy érdemes, mert például ugye már rendezvényen a Csabival vezettünk fel, és azt látom, hogy egy ilyen nagyon gyors pályán azért az emberek az elején nagyon a sötétbe tapogatóznak, és ötletük nincs, és nagyon hamar lehet ott nagyon drága bajt csinálni, tehát inkább akkor segítünk, hogy mindenki, ha majd eljut egy nyílt napra, mert gondolom lesz idén is, nézek rá. Néhány. Elég őszinte voltál. Igen. Szóval akkor, sok nem, de néhány. Igen. Pozitív a visszajelzés eléggé, úgyhogy akkor ezt majd megcsináljuk. Jó. Korábban jött egy kérdés, hogy szimulátorozásról régen szó volt, hogy mindketten szimulátoroztok, és nagyon sokan szeretnének ellenetek szimulátorozni. Tudom, hogy az idő a legkevesebb. Csabi, te mostanában mennyit játszol? Viszonylag röviden össze lehet foglalni. Szerintem idén megkapcsoltam. Március van. Viszont ami nagyon új, és bevallom, hogy ez nekem is egy ilyen nagy tudás, hogy együtt legóztok. Igen. De autót építünk. János, te mennyit szimulátorozol? Hát én azért így hetente egyszer szoktam, de én tényleg csak úgy mostanában, hogy amikor van időm, bekapcsolom, semmit nem állítok az autón, hanem most például az új VRC játéka szoktam, mert kb. Egy-két gyorsaságig tudok menni, közben felidegesítem magam, hogy hol hibáztam, és akkor utána meg abba hagyom, de néha egy-két pályára így rá koncentrálok, meg ugye megyek ilyen time trialt, és ott ha összeszedem magam, még mindig tudok jól menni, de az tényleg arra nincs elég időm, hogy ezt így, mint régen, mert akkor ugye egyszer ráfeküdtem rendesen, és mondjuk a DTM-be végignyomtam egy teljes szezon. Szóval az, hogy így fixen valamikor így játszak, az kb. Nulla az esély, de ismerve Csabit, tehát ő tavaly is kb. Egyszer ment, vagy kétszer maximum. Nem sokat, alig kapcsolom be. Igen, tehát nem köt le. Nem azért, mert szívesen játszanék, de nincs rá időm, annyira kedvem sincsen. Nagyon sok kérdés jött viszont arról... Viszont bringázok, azt imádok. Igen. Pont erre akarok kitenni. Nagyon sok kérdés jött arról, hogy kinek milyen sport tevékenysége célja van az idei évre, nem feltétlenül csak autósport, Csabi. Hát ugye én alapvetően állóképességi edzés gyanánt, meg saját szórakoztatásomra a triatlont csinálom. És akkor az például elég sok időt elvesz, és pont ezért sincs idő szimulátorozni. Úgyhogy egy kis futkározás, bicajozás, meg úszogatás az szokott lenni. Triatlonban idén is neveztem már több ilyen amatőr szintű versenyre, féltávon is indulok majd nyáron. Úgyhogy azt csinálom, de azzal, hát célom, hát annyi, hogy az erőlét, meg az ember jó legyen, meg egészséges legyen, ennyi célom van, meg persze nyilván saját magamhoz képest lehetőségek szerint minél jobbnak lenni, de egyébként más célom azzal nincs. Az autósportot tekintve, azt hittem, hogy ilyenkorra már úgy kikristályosodik, hogy mi lesz, de sajnos még mindig nem. De szűkülnek a lehetőségek olyan szempontból, hogy ugye abban a sorozatban, amiben tavaly mentünk Zsombival, az nekem most már biztos nem fog menni olyan szempontból, hogy időpontok tekintetében sem jó. Zsombi annyit dolgozik, hogy elérhetetlen szinte, úgyhogy mindig mondja, megyünk, tök jó, megyünk, de ő se tudja, hogy mikor és hova, mert telefonálni nincs ideje. Tehát, hogy határ esetén is gondolkoztam még, hogy más sorozatba menni, de egyelőre most úgy látom, hogy a munka az valószínűleg el fogja vinni az időm nagy részét, úgyhogy ha tudok, megyek, ha nem, akkor nem. Úgyhogy egyelőre itt tartunk. A munka az BMW-s és Porsche-s vezetések meg a pálya? Igen. És meg a négy nap kakucs. Meg a négy nap kakucs. Meg emellett még
triatlonozik, úgyhogy heti több edzése van. Hát persze, hát azt muszáj. János, neked milyen terveid vannak idénre sportügyben? Én csak jól akarom magam érezni, és most visszataláltam, hogy a régi hobbimra az egyikre a kerékpárra. Majd, ha térdem rendbe jön, mert volt egy tavaly, egy, amit nem nagyon hangoztattunk, de talán látták a nézők néha, hogy volt egy elég nagy kerékpáros balesetem, és a bal térdem még mindig nem az igazi, majd ha az rendbe jön, akkor még a tenisz, meg a foci még talán visszajön, de inkább a bringa, ami itt főleg hangsúlyos fog maradni, mert most mind a két bringámat olyan állapotba hoztam, hogy és már érdemes lenne velük menni, és jó sokat. Autóverseny az meg majd elválik, hogy eddig is úgy voltam vele, hogy ha jól érezzük magunkat, akkor megyünk. Most ugye az év elején ez most kimarad, hogy lett volna kedvem menni a Rally Hungaryn, de egyrészt horror összeg, másrészt meg tényleg most inkább akkor nem megyünk. És évvége fele meg majd meglátjuk. Hát ugye a tavalyi Mikulásra nem olyan jó emlék. Mentünk egy fél gyorsat. Úgyhogy láttunk, aztán másfelet, vagy igazából még egyet vakon, és a maradék felen meg valahogy kikecmeregtünk a pályáról, úgyhogy most ugyannyira nem hiányzik még egy ilyen verseny, hát majd kitaláljuk, de ugye már nem az eredményre megyek, legalábbis én már nem úgy állok hozzá, hanem tényleg, hogy jól érezzük magunkat. Ha lesz ilyen versenyem, úgy, hogy mondjam, felkelti az érdeklődésünket, meg összetudunk rakni rá egy jó projektet, meg valami jó autóval, stb., akkor fogunk menni, ha nem, akkor... Nem, mert tényleg minden áron azért nem akarok menni, meg most már tényleg az látszik, hogy horror. Tehát hogy Csabinak is ugye látva, hogy milyen lehetőségei vannak, tehát mindenhol minden egyre drágább, tehát iszonyat pénzekért lehet menni, és tényleg az ember már hát anyagilag sem bírja a kettő meg, hogy már néha sajnálom rá az időt is, mert ha viszont belevágunk, hogy akkor fel kell rendesen készülni, stb. Tehát, hogy így... Egyszerűbb előszedni a bringát, és elmenni egy olyan terepre, ahol senki nem jár, és akkor vagy letalálok, vagy elesek, de az... ennyi. Olyan kérdés érkezett hozzád, hogy más navigátorral élesben van-e terved? Ezt mindig győzködnek mások, de nem biztos, hogy jövő ötlet. Bézőn mindig visszafog, és ez nagyon jó így, melegem nem esünk akkorát. Lehet, hogy majd egy olyan verseny lesz, ami szimpatikus, és akkor kipróbálom. Ugye... Annon még Attilát is nagyon ajánlották, hogy a Mixi navigátorát, szerintem ő is benne lett volna, de más is egyébként vicces, mert Bézinél szoktak jelentkezni, ki szeretne mellém beülni. Én az egész ralizást azért kezdtem el, hogy Bézi még egy kicsit úgy visszakerüljön a ralis életbe, és hogy jól érezzük magunkat ketten, tehát hogy ez egy közös program. Nem véletlen előfutás volt majdnem az összes, mert akkor nem kell el az egészre ráfeszülni. Ugye egyedül a Hungarian Bahán indultunk el éres versenybe, mert ott meg láttuk, hogy ott is van keresnivalónk, úgyhogy, de ott se feszültünk szét, tehát abban is az volt a jó, hogy annyival mentünk, amennyivel jól esett. Az a baj, hogyha ez éles, akkor ugye az egészhez teljesen másképp kell hozzáállni, sokkal komolyabban kell venni, és azt, arra már úgy annyira nem vágyom, mentem eleget úgy, hogy mindig ideges voltam amiatt, hogy miért nem működik ez, meg az, így meg az előfutásnál most a kocsiban nem megy valami, meg nem olyan erős, mint kéne, és akkor jó van, visszamegyünk, ha végig is, ha működik, akkor ennyi. Millió kérdés jön, mi van a VFTS sztorira. Elmondjuk még egyszer, szerintem elég sok fórumon elmeséltük, de elmondhatjuk most is. Igen, eladtuk, ez én ötletem volt, engem kövezzetek meg érte. Ugye az a kocsi annyira gyönyörű lett, meg jó lett, meg szép lett, hogy én mondtam Bézinek, hogy nekem nincs szívem azzal versenyezni, az, hogy tönkre tegyük, semmi értelme. Az egy gyűjtőnek nagyon jó autó, és volt egy olyan barátunk, aki látta benne a fantáziát, és megvette. Egyébként már tőle is meg akarták venni, most nem tudom, hogy áll a projekt. Azt hiszem alkudozásban van. Na, igen, tehát hogy lehet, hogy már azóta egy következő tulajhoz, mert mindenki látja, hogy ez egy ilyen, tényleg egy műemlékszintre meg lett építve. Tehát menni szerintem senki nem akar majd vele, mert annyira gyönyörű. Szerintem ladából tényleg mondhatom, hogy nincs ilyen szép. Az más kérdés, hogy tényleg emiatt semmi... Hát nincs rá semmi okot, hogy menj vele, mert gyakorlatilag az első gyorsasági 10. kilométernél már fájna, hogy mi... Forintok így pörögnek a szemedet. Hát nem csak a forintok, hanem az a munka, amit belerakott mindenki. Tehát, hogy senki se úgy állt hozzá, hogy ez egy normál versenyautó lesz, hanem ez valamilyen csodálatos, ilyen OT minősítésű, nem tudom, tényleg ilyen muzeális érték. De mivel így néz ki, a jó érzés ember nem meri odarakni mondjuk egy izébe, tőbe, hogy majd lehúzom az alját, meg, tehát, hogy ha esik az eső, már nem szívesen mennék vele,
Tehát, hogy emiatt odaig jutottunk, hogy most az, hogy tartogassuk, mi annak sok értelme nincsen. Megbeszéltük egyébként Robival is, Robi is nyitott volt rá, és akkor így eladtuk, és most jó helye van. Meg egyébként azt ne felejtsük, azt hozzá akartam tenni, hogy egyébként azért a gazdasági élet is rákényszerített bennünket pont a tavalyi évben, hogy szükség volt arra a pénzre is, ami állt. Ja igen, hát az a másik, meg hogy azért, hogy benne álljon a pénzünk, hogy ezt saját tőkéből raktuk össze sok-sok év alatt, meg hát ugye Robi belemondta a munkáját. Aztán természetesen Robit is próbáltuk kifizetni, tehát hogy mindenkinek kellemes szájízzel legyen vége a projektnek. Én azt gondolom, hogy ezt sikerült rendesen tényleg lerendezni. És a kocsinak meg én úgy gondolom, hogy jó helye van. Én örülök neki, hogy nem versenyeznek vele, mert tényleg azt bántam volna még így is, hogy nem a miénk. Egyébként az új tulaj is kipróbálta, oda volt érte, brutálisan erős, stb. Nagyon büszke vagyok rá, hogy elváltott egyszer a motort, és úgy ugrott szét. Úgyhogy a motor is azt kell mondanom benne, hogy... Bírja a 900-et. Igen, tehát hogy nagyon megcsinálta. Tehát minden eleme nagyon meg lett csinálva, csak hát túlzás lett minden szempontból. Mindig kérdésként felmerül, hogy mi a kedvenc autótok, amivel eddig mentetek bármelyik pályán, és mi az, amivel még csúcsot lehet dönteni. Két kérdés egyszerre. Hát a Balatonon még nagyon sok mindennel lehet csúcsot dönteni. Ugye egyrészt azért, mert nyilván még mi is bele tudunk jobban jönni talán, de ha nem is azért, akkor azért, mert még kevés autó volt, hogyha ugyanúgy visszajönne akár a piros GT3 újabb gumikkal, mert ugye ott pont az volt, hogy előtte túra volt, és az első tengelyen rosszabb gumi volt, és ez nem is tapadt úgy az autó, akkor azzal is gyorsabban lehetne menni. De mondjuk egy új 992 GT3 RS-sel, azzal meg a brutál időt lehetne menni. Szerintem mind a két pályán, mert annak az autónak olyan tapadása van, tehát ott is, ha rendes gumi van rajta, meg minden, az kanyargós pályán egyszerűen irgalmatlanul gyors. És egyenesbe se lassú. Úgyhogy szerintem én olyannal szívesen mennék, mert nyilvánvalóan az a kedvenc listán is hát nagyon-nagyon elő van. És mi volt a kedvenc listában is, akkor így a Porsche? Hát a Porsche, igen, a GT3. És mivel lehetne mondjuk a kucson szerinted csúcsot dönteni? Hát akár azzal is, akár azzal is egy új RS. Ugye a régivel is azért jót mentünk, a zölddel. Igen. Ugye volt egy zöld, azért az utcai autók között nagyon jó volt. Hát az vezet. Hát mondom, hogy jó volt. És az új, a 992, az nagyot lépett tapadásilag még, tehát a kanyarba az brutális az az autó. János, neked mi volt a kedvenc a 800 autóból, és mi az, amit szerinted még be kell húznunk? Fú, hát én is a Balaton Parkkal kezdenék, mert az egyszerűbb. Ott szerintem bármilyen szupersportautó az még rekordot érhet el. Ugye GT2 RS-ről is volt szó, szerintem az is brutálisat fog menni. Ha meg nem szupersportautó, valami nagyon jó GT autó, vagy egy GT3-as, vagy a kupás Porsche, ugye, amivel Csabi versenyzik, azokkal azért biztos, hogy őrült időt lehet menni. Csak hát az megint az, hogy ott egy kör alatt arra ráérezni, az egy más műfaj. Ettől függetlenül majd, ha lesz ilyen lehetőség, persze megpróbáljuk. De én nagyon remélem egyébként, hogy arra pályára fogunk tudni ilyen nagyon komoly szupersportautókat is vinni, hogy tényleg azért ilyen űridő háború legyen. Az biztos, hogy nem a Tesla Model S Play-t fogja tartani. Kérik egyébként. Lesz. Én még nem tudom, hogy fogunk megállni. Múltkor is úgy volt, hogy forgattunk vele, de hál' Istennek nem jött. Pont abban az időszakban forgattuk a Balatont, amikor éppen le voltak tiltva 137-nél a Teslák, úgyhogy nem tudtuk, igen. Igen. De majd lesz, csak hát ugye ott mindig a fék a gond, hogy ezt már láttuk a kocson is. Itt meg egy picit hosszabb féktávok vannak. De hát mondjuk, amivel mentünk Taycan, pedig az egy sima 4-es cross turismo, hát sima, tehát az se gyenge, de azért van olyan villanyautó, ami megáll. Igen, igen. És, hát, és brutálisat tud menni. Hát majd remélem, de új Taycan is remélem lesz, és abból a legerősebben majd megpróbálunk. Azt még be sem mutatták, az majd most a napokban lekerül bemutatásra, mert ugye a turbo verzió, meg az eddigi verzióknak a aktuális modellje már bemutatásra került, de lesz még a fölött. Igen, a csoda, aminek ugye már nem hivatalos Nürburgringi körrekordja is van. Erezd bele a hajamat, igen. Azt remélem valahonnan tudunk majd egyet szerezni, az biztos egy durvát. Vevői visszajelzések alapján jó ez, de nem elég erős. Befullad a igen.
De tervezünk ilyen Lamborghini, Ferrari, minden egyéb szörnyeteket. Hát, mindent tervezünk, aztán remélem, hogy mind oda is ér, mert ugye ez viszonylag nehéz összehozni még egyszer, mert ugye egy nap lesz, amikor ez Balatonon meg tudjuk. Ha azon a napon, amelyik autók ráérnek, azokkal fogunk menni. Tehát nem úgy van, hogy éppen mikor van egy szabad autó, akkor leszaladunk a Balatonpartra, és megyünk egy gyors kört. A Kakucson, hogy mi volt a legjobb, amivel... Hú, ez utcai autóban nehéz. Nekem talán az a tuning volt, NSX volt a legnagyobb élmény. Ahhoz a kocsihoz ugye kapcsolódom is úgy érzelmileg, és azt meg nagyon megcsinálta a Tulia, azzal imádtam menni, meg az olyan harcos volt, ami hozzám illik. Tehát hogy azzal inkább harcolni kellett, mint vezetni. A Porsche-ik fantasztikusak, de hát azokkal inkább Csabi tud gyorsan menni. Nekem mindig azért több idő kell, hogy azokra ráérezzek. Ugye Porsche-t mindig egy picit másképp kell vezetni, csak hogy ti is értsétek, azért az nem olyan adja magát az első pillanattól. Minél többet ülök benne, már annál közelebb vagyok Csabihoz, de azért az más. Ez más a súlyelosztása, minden más. Meg hát nekem ugye, ami Csík Zolinak tényleg otthon nincs kint képe, de úgy virtuálisan mégis otthon kint van egy képe, mert én nekem a Subaru RC-k, mind a kettő igazából nem tudnék dönteni köztük. Az hatalmas élmény volt. Szívem szerint mennék vele a Balatonparkon is, de sem, tudom, hogy semmi értelme, ezért nem is fogom menni. Tehát nekem az a, mint versenyautó, ami érdekes módon, ugye nem a egyik R5 vagy Rally 2, vagy minden, pedig a Frici Rally 2-jével mentem a legjobban, de valahogy azok a Subaruk, azok akkora élmény, hogy nekem az. Hozzuk-e vissza azokat a kocsikat, amik jót mentek, de valamiért még akarnánk jobbat? Itt nyilván kérdés volt például Olivernek ugye a Yarisza, ami tavaly szeptemberben még volt egy X állapotban, azóta már sokkal jobb állapotban van, de nagyon sok ilyen van az életünkben, hogy ezeket tervezzük-e visszahozni? Hát igen, alapvetően Olivérrel nagyon jó viszony alakult ki, bár láttam, hogy mit írtak valamik, hogy lekezelőek voltunk vele, meg minden, szerencsére Olivér nem így érezte, nem is értem ezeket, honnan szülitek meg, a Olivért nagyon sokra tartjuk, csak ő egy drifter, mi meg nem azok vagyunk. Ugyanígy ugye, mikor más drifter jött, az is, tehát főleg nekem ez teljesen más világ, mert Csabi az viszonylag ügyesen driftel. Tehát én úgy tudom, hogy Olivér is hozza vissza a Yariszt is, meg még az összes őrültség, ami épül nála, de ugyanígy, ha más ilyen ismerősnél épül ilyenek, és akik már voltak nálunk, persze mindenkivel nagyon jó viszonyt táplunk, szerintem így le is kopogom, mert ez tök jó, mindenki szeret hozzánk visszajönni. És hát ugye arra meg eddig is volt már példa, hogy ha valami autó valamilyen nem úgy szerepelt, akkor megpróbáltuk újra megszerezni jobb gumival, vagy működőfékkel, vagy stb. Tehát ha tudjuk, hogy valami autóban nagyon sok maradt, azokat mindig visszahívjuk. Balatonra lehet, hogy az M5 már nem fog jönni, mert eladás alatt áll. De például majd jön új M5, tehát hogy... Valaki megdicsért, hogy te is nagyon jó driftelsz egy X7-essel állítólag. az más egyébként, igen. Mindig nagyon a kérdés az, hogy, és erre mindkettőtöknek majd kíváncsiak a válaszára, hogy élő, illetve hát nem élő, mert mindig élünk általában, hanem nyílt forgatás lesz-e, és ha igen, miért nem nyílt, vagy miért nem szabad kijönni az összes forgatásra? János, először te fogalmazd meg, kérlek szépen. Szabad. Csak ugye az még komolyabb szervezés, hogy ott tényleg minden stimmeljen, meg ugye akkor általában rosszabbul haladunk, és ugye ez is azért néha, főleg idén, vagy nem idén, most már tavaly, az egy fontos szempont volt, hogy viszonylag jól haladjunk, hiszen egy időben ugye az is kétséges volt, hogy tudjuk az adásokat legyártani, de biztos, hogy lesz idén is, tehát alapvetően nem mondanám azt, hogy nem lesz, csak úgy szoktuk pozícionálni, hogy egy évben két ilyen legyen, amikor egy lazább napok vannak, amikor nagyon tartani kell az ütemtervet, akkor ugye általában nem csináljuk meg nyíltra. Nyilván sokkal többet tudunk akkor forgatni, hogyha nincsenek ott a nézők, de nekte hogy éled meg, Csabi, hogy az arányt, meg hogy amikor ott vannak, vagy amikor nincsenek ott? Engem mindig őszinte csodálattal tölt el egyébként, és mindig olyan hiányérzetem van ilyen szempontból, hogy egyrészt csodálom, hogy ott vagytok, és jöttök, és akár egész nap a tűző napon a 30 fokban ott aszalódtok a kis tribünön Kakucson, és igazándiból semmi műsor nincsen, úgymond, csak mi vagyunk ott, és karistolunk a különböző autókkal, és azt nézitek. És ezért van hiányérzetem is, mert hogy úgy szeretném, hogy többet tudjunk adni nektek még ennél, és akkor lehessen kicsit többet beszélni, meg ilyesmi, és nyilván ezt próbáljuk is belesűríteni, mert akkor legalább ebédidőben egy picit ott lehet kérdezgetni, meg beszélgetünk, meg
aláírunk néhány posztert, vagy valamit csinálunk, meg esetleg egy kis autózást csinálunk egy-két szerencsésnek. Szóval, hogy próbálunk adni mindig, de pont ez ugye, hogy az idő, ugye, amit a Jani nemrégen mondott, hogy 4 napba bele kell körülbelül 40 autót préselnünk, és minden ilyen, amit adni szeretnénk, ez időbe telik, és akkor nyilvánvalóan azon a napon már nem tudunk 10 autót, csak lehet, hogy 8-at, akkor plusz napra kellene még lemenni, vagy szóval, hogy mindegyik egy kicsi kompromisszum. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy az a jó megoldás, vagy egyelőre azt tűnik működőképesnek, hogy mondjuk ha 4 vagy 5 napot forgatunk, abból 2, esetleg 3 nyitott, mert akkor annyit még bele tudunk sűríteni a többi napba, és valahogy kompenzálni ezt, vagy egy autós adással adott esetben, hogyha ilyen izgalmasabb autó. Szóval én alapvetően örülök neki, de tény, hogy megterhelő, és az is tény, ezt azért el kell mondani, hogy pont ezért, mert egy nap 10 adás felvétele megtörténik, 20 autót vezetünk, ha dupla műsor van, hogy azért ez kicsit fárasztó, hogy mindegyikre úgy rákoncentrálni, tehát általában esténként még utána, amikor van egy ilyen forgatási nap, hogyha még élünk, akkor még este van, amikor együtt vacsizunk a Janiékkal, és utána, hogyha fel kéne idézni a 20 autóból 5-öt, néha az is nehéz. Na mi volt ma, hogy volt, melyikkel, mi volt? Fogalmam sincs, örülök, hogyha a számba betalálok értelmesen. Szóval, hogy fárasztó egy ilyen nap, és ilyen szempontból is... Amikor a szünet van, a forgatási szünet, akkor nagyon szívesen mennénk oda és beszélgetnénk meg minden, de arra néhány perc egyszerűen szükség van, hogy egy kicsit nyugiba elmehessek pisilni, meg igyak egy valamit, innivalót, vagy kicsit felfrissüljünk, mert aztán néhány perc múlva megint mosolyogni kell, mikor forog a kamera. Úgyhogy azért mondom, hogy nem annyira könnyű. Örömmel látunk titeket, de azért, hogy aztán vasárnap is legyen műsor, néha ez nem fér bele szerintem. Jött szokás szerint egy pár kérdés, hogy milyen autók várhatóak, lesz-e Ferrari a Balatonon, erre azt tudom mondani, hogy nagyon dolgozunk. Van különböző oldalról is vannak ígéretek, úgyhogy valahonnan csak lesz. Igen, ugyanígy van Lamborghini ígéretünk is, nyilván Porsche-k is lesznek, úgyhogy a jövő a Balatonon nagyon fényes, és nyilván sok ilyen érdekes autó jöhet majd a kakucsra is. Csabi, az jött egy kérdés, hogy ki tervezte a Balatoninget, és terveznek-e benne bármilyen változtatást? Még alig készült el. A Gulácsi Ferenc a tervező, aki a Hungaroringet is tervezte egyébként. A pályavonal vezetése az viszonylag kompromisszum volt, mert amikor elkezdték ezt tervezni, most már 10 éve, akkor a rendelkezésre álló földterület mérete és alakja határozta meg a vonalvezetést, hogy mindenhol azért elférjen még a bukótér, meg a különböző kiszolgálódók. Azóta ez változott, tehát hogy több földterület állna már most rendezésre, de hát ugye ez a pályavonal már kialakult és megépült, úgyhogy per pillanat módosítás nem várható benne, hiszen egyelőre nincsen rá ok, de szerencsére a lehetőség viszont megvan, hogy bővíteni, későbbiekben még akár más nyomvonalakat kitalálni és megépíteni, hogyha van rá kedv és lendület, akkor lehet ezt. Azért tudni kell, hogy ez a pálya, ez 0 forint állami támogatásból épült, ebbe egy külföldi befektető csoport rakott tőkét. Tehát innentől kezdve ennek gazdaságosan kell működnie, tehát hogy bármilyen változtatás, ilyesmi akkor fog történni az én megítélésem szerint, amikor annak gazdasági oka tud lenni. Tehát csak azért, mert hogy milyen jó lenne, ha mondjuk itt lenne még egy valami, és akkor erre most éppen el lehet írni, nem tudom milyen büdzséből, nem tudom mit, ez más pályáknak a szerepe, adott esetben ez itt nem fog megtörténni, ahogy jelenleg látom. Hozzátéve, hogy szerintem így is izgalmas, tök más, mint a Hungaroring, tök más, mint Szlovákia Ring, tök más, mint Pannonia Ring, nyilvánvalóan ki lehetne találni még nagyon-nagyon sok mindent, ennek is van egy karaktere. Úgyhogy szerintem azért kihívásokat tartalmaz bőven. Tehát rendezvényen például nagyon jó, mert könnyű megjegyezni az alapokat, hogy milyen kanyar jön, de azért pontosan menni rajta azért nem annyira könnyű, mint ahogy azt akár a mi példánkból is láthatjátok, hogy nem az a
tizennéhány kanyar megjegyzése okoz gondot, hogy most bal lesz, vagy jobb, vagy várjál, csak hanem az, hogy nagy sebességről egy tűéles féktávot venni, és ugyanolyan pontosan befordulni, az már sokkal izgalmasabb. Úgyhogy szerintem tök jó így is, és viszont lehetőség az van, úgyhogy majd kiderül a évek során, hogy ez hova fejlődik adott esetben. Ugyanennek kapcsán felmerült többször kérdésként, hogy hol lehet majd velünk találkozni, és hogy balatonos idei rendezvényeken leszünk-e? Egyet biztosan tudunk mondani. Igen. Tehát, hogy találkozni velünk, hát... Néha ezt otthon is megkérdezik, nem tudom. Szóval, hogy igen, sokfelé. De ahol biztosan, vagy jó eséllyel, egyrészt ugye az AMTS-re, ha mentek, vagy... Ha megyünk, na mindegy. Szóval, de utána április utolsó hétvégén lesz a szezonnyitó zónaverseny, ami a közép-európai zóna kupa, esett kupa, TCR, Eastern Europe, meg TCR Endurance, meg Forma 4, meg mindenféle verseny. Az a Balatonon lesz. Ugye ezt a Hungaroringen szoktuk rendezni, ezt a szezonnyitó verseny hétvégét. Ezt most a Balatonon fogjuk több okból, az egyik és legfontosabb az, hogy a Hungaroring zárva van, tehát nem tudott időpontot adni, úgyhogy Balatonon tartjuk, ez április utolsó hétvégéje, úgyhogy ott például biztos ott leszünk. Mondjuk hozzáteszem, hogy nézői oldalról még nem tudom, hogy pontosan hogy fogjuk a nézőket kezelni, de ezt még addig majd kitérünk rá itt a csatornán. Aztán Balatonon lesznek egyéb rendezvények is, és mivel mi, mint Phoenix érintettek vagyunk a pálya üzemeltetésében, ezért velünk azért majdnem minden rendezvényen ott meg lehet majd találkozni, és a srácok meg nagyon lelkesen és vidáman jönnek, és közreműködnek különböző területeken, úgyhogy van rá esély, hogy velük is lehet találkozni majd ott. Úgyhogy azt gondolom, de a részletekről majd mindig, amikor aktualitása van. Mindkettőtök közkérdés, kicsit múltbéli, mi a kedvenc pályátok, amin valaha mentetek, vagy ami valamiért közel az? Csabinak tudom, úgyhogy. De jó neked, mert én pont gondolkoztam igen. Rajta. Igen. Hát, ha nem a Nordschleife, akkor nagyon csalódott lesz. Én nekem mi a kedvenc pályám? Fú, nem tudom, sok kedvenc van, inkább így mondanám. Nem rally pálya. Hát a Nordschleife is közel áll a szívemhez. Sajnos Suzukában még nem mentem, de a szimulátorból nagyon szeretem. Silverstone-ban sem mentem, de azt is nagyon szeretem. Tehát, hogy nekem az ilyen típusú pályák nagyon tetszenek. Amin ugye van gyors rész is, meg technikás rész is. De például, ha úgy kérdezték volna, hogy a Balaton Parkon belül melyik a kedvenc rész, akkor pont az, amin nem megyünk. Tehát ugye az utolsó négy kanyar, de amúgy meg az első pár kanyar, az szerintem az tök buli, mert ott sok mindent lehet csinálni. Hát ugye a Hungaroring is közel áll szívemhez, mert ott kezdtem el a versenyzést, meg nagyon sokat ugye köröztünk ott, de karakterisztikájában azért egy Nordschleife teljesen más, meg ugye a feeling is, tehát hogy ott azért 20 vagy 20,8 kilométert, vagy ahogy mi használtuk ugye a 24 óráson, akkor azt a 25 kilométert összerakni azért az más. Csabi? Nyilván igen, ha így nézzük, akkor a Nordschleife az örök szerelem. Tavaly volt az első év, hogy nem mentem rajta egy kört se, bevallom már jó néhány éve, vagy hát most már évtized óta. Mert valahogy úgy annyira nem hiányzott, de ez meghozta azt, hogy most úgy megint lenne kedvem egyébként menni rajta. De hozzátéve, hogy azért más egy picit, mert egy Grand Prix pályán, amikor versenyzel szerintem, akkor teljesen a határokig sokkal biztonságosabban el lehet menni a bukóterek, meg minden miatt. Azért a Nordschleife-n azért nagyon-nagyon nagy magabiztosság kell, hogy abszolút az utolsó tizedet is megpróbált kiautózni, mert ott egyszer hibázol bele, és vége mindennek. Volt olyan időszak, és volt olyan autó, amikor az ment, de azért ahhoz nagyon sokat kell menni, és tényleg nagy önbizalom kell. Úgyhogy ilyen szempontból azért Grand Prix pályán is szerintem tök szuper autózni bizonyos tekintetben. Nyilván a Hungaroring az is egy olyan, ami az örök bölcső, hiszen ott tanult az ember az alapokat, és szerintem szerencsések vagyunk, hogy a Hungaroringen tanulhattunk, mert
mert egy nagyon technikás pálya. És a Hungaroring alapvetően egy nehéz pálya. Tehát a Hungaroringen jól menni, az kifejezetten nehéz. Úgyhogy szerintem tök szerencsések vagyunk, hogy már csak ezért is, hogy ezen tanulhattunk. És még azért is, mert azért a pályafutásom során nagyon sok pályát megismerhettem, és a mai napig szerintem élmény új pályákon menni. Úgyhogy tavaly is azért eljutottam olyan új pályára ebbe a Swiss Cup-ba, ahol még korábban nem mentem, ilyen olasz pályákon mentünk, és volt olyan helyszín, ahol korábban nem mentem, és nagyon élveztem. De mondjuk azért nálam épített pályák közül, ami toplistás, az a Paul Ricard, én azt nagyon-nagyon szeretem, vagy mondjuk a Algarve-ba, ugye Portimao az is egy szuper jó pálya, és nagyon nagy kihívás, de számtalan egyéb olyan pálya van, amire nagyon nagy örömmel, szeretettel gondolok, az az igazság. Záró kérdésként többen megkérdezik azt, hogy mi az álomautó akár utcára, amit egyszer szeretnétek birtokolni, János? Nem tudom, nekem ez mindig változik, de egy GT3 RS az majdnem mindig benne van, de mindig egy hosszú a sor. Igazából ugye az is kérdés, hogy mire. Ugye, hogy most sportcélokra, vagy csak simán utazni. De mondom, alapvetően GT3 RS az mindig köztem van, úgyhogy szerintem az. De nem a legfrissebb, csak úgy mondanám, nekem az nem tetszik. Alapvetően a 997-es GT3 RS, ami nekem be van kattanva teljesen nagyon sok éve, úgyhogy azt mondanám, hogy az... Én még átadom a szót, azért elmondom, hogy nekem az RS6 Avant, de Csabi? Tök jó, mert az is egy mindenre jó autó, nem? Igen. Lesz új M5 kombi is. Az be fog állni a sorba. Az, amikor a bútorral találkozom, mindig nagyon rossz érzés mellé parkolni. Igen, azért annak ezt jó kiállása. Többen biztos értitek, hogy mi. Rengetegen kérdezik, melyik a legjobb autó, de olyan nincsen. Kinek milyen élethelyzetre, hova, mit akar csinálni. Hobbi autó, vagy a családdal megy, vagy egyedül, hosszú távra, rövid távra, tehát hogy nincs legjobb autó. Hát én sem nagyon tudom eldönteni, de azért el vagyok kényeztetve, ezt el kell, hogy mondjam. Ha egy autót kell megnevezni, ami szerintem nekem az autó, az a GT3. Igen, az a GT3-as Porsche. Az biztos, mert nekem vezetési élmény tekintve, tehát hogyha most azt nézzük, hogy vezetési élmény és nem közlekedő edény, akkor nekem az autó, ami manapság még olyan szüretlen élményt ad, és ezzel együtt azért a nap mindennapokban is valamilyen szinten használható. Nyilván kompromisszum, de a család már csak nagyságrendek sem biztos, hogy beleférne. Hát igen, az biztos. Kutyák tutira nem. De ez elvi kérdés is. Na mindegy, szóval, hogy nekem az, de nyilvánvalóan sok mindenre nem jó. Hát a mindennapokban én is villanyautóval járok, és sokan, hogy úristen, villanyautó. De hát nekem az a praktikus per pillanat, hát mit csináljak? Nem mindenre jó, az se. És nem azért, mert meggyőződésem, hogy ezzel mentjük meg a világot, biztos, hogy nem. De nekem most az a praktikus a mindennapokban. Úgyhogy nincs legjobb autó. Mindenre más autó a legjobb. Nem, hát tényleg, ha ilyen versenyző vagy vezetési szemmel nézel, akkor majdnem biztos, hogy sportkocsi, és azon belül meg ugye a... De ez annyira egyértelmű, tehát ugye az a legkevésbé kompromisszum. Most egy két és fél tonnás dömper, az nem tud sportautósan viselkedni, csak próbál úgy viselkedni. Tehát ugye szerencsére nagyon sokat jártam, M3 Touring, mindenki kérdezi, mert ugye az is lement műsorba. Igen, megjött a Touring tavaly. De azt nem használtam olyan nagyon sokáig, nem azért, mert nem jó autó, csodálatos autó, de alapvetően azt eleve azért is rendeltük, hogy majd amikor használom néhány hónapot, és utána új gazdit keresünk neki. De a mai napig szeretettel gondolok rá, mert szuper autó, de mindenre az se jó. Igen. Tehát persze nagyon gyors, nagyon sportos, a hétköznapi igényeket bőven túlszárnyalja, kényelmes, tágas, minden. De hogyha mondjuk egy versenypályára állítod oda, akkor az is egy 2 tonnás kombi. Igen. Tehát, hogy iszonyat gyors, de mondjuk egy GT3 ellen azért... Szóval nem tud az a vezetési élmény lenni. Igen, ugye nekem is, csak hogy a Porsche-n levetítsük, ugye azért nem az újabbak,
mert hogy a 997-es generáció volt az utolsó, ami nekem akkora élményt ad még vezetési élményből. Onnan ugye elkezdtek nagyon nőni, és a legújabb meg már egy hatalmas monstrum. Ettől függetlenül, mivel a Porsche ért hozzá, megcsinált, hogy még gyorsabb legyen, meg tapad, meg mindent, csak az már egy nagy bálna. Én meg azt a régi 991-es érzést szerettem, amikor így rajtad van, hogy egy a 993-hoz képest a 997 is egy már nagyobb autó, tehát ugye abban mentünk az RS-sel, az is egy hatalmas élmény, de a, nem tudom, nekem az a generáció, ami ilyen vezetési szempontból a teljesen nem a leggyorsabb GT3-as Porsche, de hogy az jó vezetni is, meg jó gyors is, tehát hogy minden úgy összeáll. Még egy dolog, ami általában összekeveredik a fejekbe, hogy mindenki, hogy fú, esett a Tesla, meg ezek a villanyautó effektus, hogy fú, ez milyen gyors, meg minden, hogy összekeverednek a fogalmak ilyen szempontból, hogy nem attól jó egy autó, hogy nem attól élmény vezetni, mert egyenes vonalba egyszer irtózatosan tud gyorsulni. Szerintem az önmagában semmi, az csak egy fizikai adottság, mert villanymotor megcsavarja és megy előre, tehát kész. Hanem az, amelyik jól megáll, amelyik jól befordul, mindig ugyanúgy viselkedik, könnyen irányítható, tényleg azt csinálja, amit a vezető akarja, és tényleg hagyja is a vezetőt vezetni az autót, stb. Tehát, hogy számtalan olyan van, ugye a laptimingben is sokszor van, hogy amikor mondjuk, és például egy jó versenyautónak az is az ismérve, hogy mondom, hogy szinte gondolatokkal tudod irányítani. Tehát, hogy van egy elképzelésed, hogy szeretnéd, hogy mozogja az autó, azt csinálod, amit te gondolsz, hogy ehhez csinálni kéne, és cserébe az autó is azt csinálja. Oké, persze ehhez kell egy rutin, elég magas fokú, meg persze kell az autó ismerete is valamilyen szinten, de ez az, amitől egy autó igazán jó tud lenni, és ezért mondom, hogy amikor valaki elkezdi azt a sztorit, de hogy az én akármém így gyorsul, és jó, meghallgatom, gratulálok hozzá, nagyon nagy tisztelettel, és arrébb sétálni, mit mondjak? Igen, RS6-ból is láttunk már az Erló erőset, tehát mindenből lehet csinálni. Még vezetettem egyszer Németország, mondták, hogy csak a gáz ne nyomjam meg, éppen még nem jó a program, az szétrólan. Csak gyorsulni tud, de ne nyomd a gáz. Akkor hova? Na mindegy. Utolsó utáni kérdés, mert ez nagyon tetszett ez a kérdés. A saját 3-4 évvel ezelőtti önmagatokhoz képest vajon gyorsabban mentek-e már kakucson a tapasztalat miatt, vagy igazániból ez teljesen csak autó meg napfüggő? Szerintem inkább napfüggő. Valószínűleg minden évnek, vagy minden szezonnak az első forgatási napján még lassabban megyünk, mint előző évnek az utolsó forgatási napján. Szerintem már olyan túl sok újdonság nincs, meg éppen mennyire vagyunk kipihentek, meg stb. Ugye ettől is függ, ugye erre is utaltam régebben, amikor mondtam, hogy a vendégeknél is valaki így belemagyaráz, hogy ez hogy megy, meg az hogy megy. Ugye ott is nagyon szertágazó, hogy ki milyen háttérrel jön oda. Ki az, aki a kakucson már ment sokat, és ahhoz képest kellett neki csak beülni mellénk, vagy nem mellénk, hanem ugye harmadiknak, tehát mehetett az autójában, meg ki az, akinek például Olivért, hogy megvédjem, Olivér még nem ment kakucson, ott tanulta meg hirtelen mennyi ment, vagy 5 kört kb. Tehát, hogy ott is teljesen szertágazó. Nekünk is szerintem a 100. kör utána a következő 900 már túl sokat nem adott. Éppen attól függ, hogy egyébként a pályától sokkal több függ, hogy milyen állapotban van, hogy előző nap kik mentek rajta, meg mik mentek rajta, vagy éppen az aszfalt hőmérséklet milyen, ugye ezt is szoktuk mostanában mondogatni, mert az sem mindegy. Érdekes módon már azt is észrevettük, főleg a melegebb forgatási napokon, és azt már ugye tavaly se erőltettük, hogy akkor a kocsikon is érződött. Tehát, hogy ha már nagyon meleg volt, ugye az már vissza büntet a köridőkbe, még elektromos autónál is egyébként, csak egy zárójelbe. Hát abból meg alig van, ami kétszer ugyanolyan kört. Igen, ott meg, ugye, ott meg ugye azért ne induljatok ki abból, hogy milyen köröket mentünk, mert az kettő volt eddig, ami azt láttuk, hogy ugyanazt le tudta adni. Kb. Az a kétszer-két kör alatt képes volt ugyanazt leadni, tehát hogy az megint egy nagyon furcsa dolog ebbe az elektromos autózásba, de hát ott is látjuk azért a fejlődést. Tehát, hogy szerintem inkább attól függ, hogy az most első forgatási nap, hány fok van, mennyire koszos a pálya, stb. Meg hogy az adott autókra mennyire érzünk rá, mert ebből is azt is láttam a hozzászólás, hogy úgy indultok neki minden egyes adásnak, hogy hát akkor ezzel majd biztos, hogy jól fognak menni az első pillanattól. Nem, mert valamelyik például a Csabi vezetési stílusának fekszik jobban, általában ilyenek az R5-ös autók, meg a Rally 2-es autók, valamelyik meg az enyémnek például a Rallycross autóval, meg általában én érzek rá mindig jobban. Tehát itt is ugye nem feltétlen azért megyünk jobbat vagy rosszabbat, mert valamelyikünk jobban vezet, hanem az a kocsi
melyikünkhoz illik jobban. Tehát, hogy lehet, hogy mind a ketten saját magunkhoz képest kb. 100%-ot nyújtottunk, csak a én vezetési stílusomat jobban viseli el az autó. Ha valamelyik meg ugye nem szereti ezt a nagyon nagy bekormányzásokat, akkor én meg esek-kelek, és akkor a végén nézzünk, hogy kaptam egy másodpercet a precíz emberhez képest. Tehát, hogy szerintem ezért is izgalmas a műsor, mert hogy másképp vezetünk, és néha ugyanoda jutunk el. De ettől függetlenül nagyon sok függ az adott autótól, amit odahoznak. Ezért is érdekes, hogy most már, hogy ha odahoz valaki tulaj egy autót, és mehet is vele, hogy ő hogy megy vele, mert ő legalább vezette már előttünk. Persze néha ez annyira közel áll egy olyan autóhoz, amivel már mi mentünk, hogy nincs nagy különbség, de tényleg van. Ez majd a olivéres adásban látszik, mert hozott egy olyan Porsét, ami hát, hogy is mondjam, jó, hát én nem mert neki nyomni a gáz, mert nem én akarom szétcseszni. Még nem volt kész állapotban a Cayenne, és igen. Most is jön. Szerintem még a félkész se. Igen. Hát, na mindegy, mi nem, én legalábbis szerintem Csabin is azt láttam, hogy nem merte nyomni neki, nem akartuk szétcseszni a projektautót a nulladik pillanatban. Oliver meg nyomta neki, mert mi baja lehet, hát most akkor meg megcsináljuk. Igen. Úgyhogy nagyon nagy a szórás autók között, és ugye tényleg ezt gondoljátok bele, hogy ha neletek csinálnátok azt, hogy menjél a kakucson egy kört, gyorsan szállj ki, és belültetnek egy tök idegen autóba, majd még egy, és ezt 20-szor csináljátok meg egy nap. Tehát nem lehet, hogy minden autóval mindig a nulladik pillanatban ráérzünk, és jól fogunk menni, mert ilyen nincs, tehát erre senki nem képes, a nálunk sokkal nagyobb rutina rendelkező versenyzők sem. Tökéletes végszó volt, akkor egy kis spoiler még az elkövetkezendő időszakról. Van még ugye két olyan kakucs, amit kaptok még szeptembertől, lesz még egy Balaton, és lesz két extra adásunk, ugye amiket most átbeszéltünk, a szerintük hogyan kell gyorsan menni kakucson és a Balatonon, meg az egyébként hogyan készítjük ezt a műsort, és akkor április elején pedig már forgatjuk az új szériát, és akkor jönnek az újabb adások, folytatódik természetesen a Balaton is, ugye havi egyjel, azt is megbeszéltük. Ezek voltunk már, urak, nagyon szépen köszönöm, ezek voltunk 23 végén, meg 24 elején, és nektek vagyunk a leghálásabbak, hogy itt vagytok velünk, hogy nézitek a csatornát, és hát megyünk előre rendületlenül, úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk, hogy itt vagytok, mindegyik behagyod. Na hát írnak kérdéseket? Bélvét Team Hungary-ben, csak már megláttam a Bélvét Team Hungary-t. Kompromisszum setupot hogy csináltatok, ami mindenkinek jó volt? Hát, megcsinálta Csabi öcsivel, meg Gabival, én meg elvezettem. Igen. Így. Ennyi. Igen. Én ugye nagyon gyorsan tanulok, ez volt az egyetlen nagy előnyöm mindig is, és ugye erre számítottak is a projektekben, hogy... Ez a terepraliban is nagyon jó volt, mert másodikra, amikor mentünk, mert mindketten tudtuk a pályát. Igen, és... De egyébként tényleg ez egy jó kérdés amúgy, mert az endurance versenyzésnek ez a legnagyobb nehézsége, hogy a 3-4 versenyzőre kitalálni egy setupot, mert azért nem olyan egyszerű. Majd biztos erről csinálunk anyagot. Köszönjük, hogy ma is itt voltatok, és tényleg mindenkinek nagyon hálásak vagyunk. Csatorna megy tovább, holnap, nem, mi van ma? Most van vasárnap, de holnap lesz PF, és jövő hét végén pedig újra Laptiming természetesen. Üdv mindenkinek, sziasztok! Ennyi volt az élő idénre, aztán majd 25-ben ezt is folytatjuk. Mi, ha akarjátok, kész. Lesz még idén. Ha nagyon szeretnének, lesz, de szerintem elég ebből egy. Üdv mindenkinek, ciao. Jó étvágyat! Az.